Párizs legrangosabb múzeumai tisztelegnek Yves Saint Laurent előtt azzal, hogy állandó kiállításaik részévé teszik a munkáit. A 2008-ban elhunyt tervező január végén ünnepelte volna első divat bemutatójának 60. évfordulóját. Munkássága rányomta bélyegét a 20. század divatjára, ő maga pedig a modern festészet mestereitől merített ihletet. Picasso, Matisse és a 30-as évek art déco-ja igazi ihletforrást jelentettek Yves Saint Laurent számára. Ő ráadásul nem csak saját korához, a 20. századhoz tartozik, hanem legalább ennyire a 21-hez is, ő jelenünk része is egyben, mondja a kiállítások kurátora. A tervezőt az utcaembere mellett kortársai ihlették, és gyakran saját korszakánál is jóval előrébb járt. A merész avantgárd divat tervező elsőként állított ki a 80-as években a New York-i Modern Művészetek Múzeumában. Munkásságának ismerői szerint Yves Saint Laurent álma válik valóra azzal, hogy múzeumok állítják ki munkáit, hiszen így terveit éppen azok láthatják, akik az inspirációt jelentették számára.